erődemonstrációt tartunk a Turul-szobor védelmében, több mint 20 szervezet összefogásával, október 23-án 15 órától a 12. kerületi emlékműnél, miután sajnos a helyi önkormányzatban döntéshozó pozícióba került szélső baloldal már is a nemzeti szimbólumunk eltávolítását helyezte kilátásba közvetlenül a választások után. Soha még ennyi hazafias szervezet nem fogott össze, mint most a hegyvidéki Turul-szobor védelmében a kezdeményezésemre. A szobrot a múltban már sikerült megvédenie a nemzeti ellenállásnak, azonban 2008-ban, amikor megszerveztem az első Turul-szoborvédő erő demonstrációt, illetve a Turul-védő akciócsoportot már korábban, akkor nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú küzdelem áll előttünk. Hiszen sajnos bár például Pokorni Zoltán, fideszes polgármester is uszított az össznemzeti jelképünk ellen, most még mélyebbre kerültünk. Pokorni Zoltán polgármester elődje azonban Mitnyán György állította fel ezt az impozáns szobrot, míg Pokorni már a grandiózus avató ünnepséget, ami sokunknak maradandó élmény volt, azt is bojkottálta helyi országgyűlési képviselőként. Persze pár nappal korábban az N+1. Holó emlékmű avatásán azonban részt vett. Pokorni Zoltánnál is van viszont tehát lejjebb, de a kutya ugat, a Turul marad. Az ugyanis egy történelmünkön átívelő nemzeti jelkép, hasonlóan, mint például a magyar trikolor, amelyet a 20. századi magyarországi nemzeti szocialisták épp úgy használtak, mint a kommunisták. Mégis a piros-fehér-zöld az nem ideológiai táboroké, hanem az egész nemzeti. Kezdeményezzük a Turul tér elnevezését is, hiszen, ahogy az utcanévtáblát már el is készítettem, még csak ideiglenes helyére téve, megállapíthatjuk, hogy itt a hegyvidéki Turul-szobor körüli jelenleg névtelen közterület nehezen körülírható, miszerint a Böszörményi, Németvölgyi utak és a Nagyegyed utca által határolt terület, de a Turul-szobor elhelyezése óta azonban ez egy igazi térré vált, és talán azt is kimondhatjuk, hogy nemzeti zarándokhely lett. A Nemzeti Összefogás seregszemléjén október 23-án felszólal itt Pongrácz András, Korvin közi szabadságharcos, dr. Raffay Ernő történész, László Attila, pilisi polgármester, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tiszteletbeli vezetője, Molnár Gazsó János, a Vitézi Rend főkapitánya, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, és Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője. A Turul-szobor védelmében együttműködő, immár több mint 20 szervezet, az 1956-os Magyarok Világszövetsége, stílszerűen elsőként, de ABC sorrendben is, az Alfa Szövetség, az Árpád Népe Hagyományőrző Egyesület, a Betyársereg, a Hegyvidéki Trianon Társaság és hasonló helyi civil szervezetként a Farkasvölgyi Baráti Kör és a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete, tehát a SASFA, a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom, a Horthy Miklós Társaság, a Légió Hungária, a Magyar Életvédők Egyesülete, Magyar Önvédelmi Mozgalom, Magyar Világbaráti Kör, Magyarok Világszövetsége, Mi Hazánk Ifjai, Mi Hazánk Mozgalom, Nemzetegyesítő Mozgalom, Nemzeti Jogvédőszolgálat, Szkíta Egyesület, Trianon Társaság és Vitézi Rend, akik eddig jelezték csatlakozási szándékukat. Találkozunk tehát itt, október 23-án a Turul téren.